És most következik a második előadásunk, ami a láthatatlan make-up kezdőknek. Előadó nem más, mint aki ki fog sminkelni egy hős áldozatot. Azt pedig nem más, azt mondja, Egri Noémi. Fogadjátok őket sok szeretettel. Halló. Jaj. Sziasztok. Unicorn Theory vagyok, és igen, ezért vagyok unicornisos pulcsiban. Hát igen, szóval a láthatatlan make-upról fogok majd beszélni nektek, ami igazából annyit tesz, hogy ugye nagyon sokan nézünk filmeket, sorozatokat, és sokszor vannak olyan szereplők, akik alapjáraton nem viselnek sminket. Tehát, hogy a karakterük szerint ők nem viselnek sminket, mert például csatáznak, vagy hasonló, igen, nem fognak sminkelni. Viszont ugye a kamerabeállítások a fények miatt és hasonlók, ugye kamera miatt, ezért kell nekik valamilyen sminket feltenniük, hogy a sminkmestereknek, ezt pedig úgy kell tenniük, hogy ez ne látszon a kamerán, hogy ők ki vannak sminkelve effektíve. Ilyenek például, amit leginkább szoktak csinálni így hétköznapi életben, tehát ami nem a filmhez kapcsolódik, az, amikor férfi modellek, vagy férfi fotózásokon esetleg, ahol nem visel a férfi sminket, tehát nem egy karaktert alakít, akkor őt szokták groomingolni, úgymond, ami azt jelenti, hogy az ő természetes vonásait erősítik meg, tisztítják le, amik által szebb, kicsit retácsas, ilyen photoshopos érzésünk lesz, photoshop nélkül, ugye, mert ugye szépen a férfiaknak is ugye szükségük van egy kis alapozóra itt, ott meg minden, és akkor már is mindenki olyan úgy néz ki, mint a Ken Baba a dobozban. Fontos lépés a groomingnál, hogy ugye nem szeretnénk sok sminket föltenni nekik, ezért használunk color contact, nem bírok beszélni, bocsánat, nagyon izgulok. Szóval, tehát color correctet, ami azt jelenti, hogy van négy színünk, a piros, a zöld, a lila és a sárga, amiket egymásnak az inverse színei, tehát tudjuk használni az arcon. Ilyen például szem alatti karikák lilás árnyalatúak, ezért sárgával inverzel ki egyenlítjük őket. Ugyanilyen, hogyha például valakinek nagyon piros az arca, borvirágos az orra, ilyen esetekben használunk zöldet például. Valakinek olivásabb a bőre, például az ilyen mediterrán népcsoportoknak szoktak lenni, ilyen olaszoknak, portugáloknak szokott olyan bőrük lenni, ami kicsit ilyen olivás, zöldes hatásúbb a bőre. Nekik szoktunk pirosas árnyalatokat fölvinni, illetve néger, tehát barna bőrű embereknél is. Illetve van a lila, ami pedig az ázsiai népcsoportnál, illetve hogyha valakinek valamilyen ilyen májbetegség szerű dolgai vannak, ugye az arcán is megjelennek, akkor szoktuk neki, vagy hogyha túl sárga tónusú az arca, mert ugye két tónus van, ami nagyon előjön. Az egyik a rózsaszín tónus, ugye az alapozóknál is ezt látjuk, hogy valakinek mondjuk rózsaszín tónusú a bőre, akkor ő neki valami rózsaszín tónusú alapozót kell vennie. Hogyha valakinek pedig sárgásabb a bőre, mint például nekem is, nekem ugye sárga undertónos alapozót kell vennem. Jó, másik fontos dolog, ami például a groomingnál szóba jön, hogy nagyon fontos, hogy milyen ecsettel dolgozunk, mert jaj, lent hagytam a kulcsot. Bocsánat, csak hogyha utazok, akkor mindig bezárom, mert nem szeretem, ha véletlenül kinyílik. Tehát nagyon fontos, hogy milyen ecsetet használunk, mert például ugye férfiaknak szőre is van, nem mintha a nőknek nem lennének, csak nekik azért kicsit erőteljesebb az arcon, és ezért olyan ritkább ecseteket használunk, mindjárt meg is mutatom például, hogy mire gondolok. Ez egy olyan ecset, ami
ide mutatom. Így látszik? Igen. Tehát egy olyan ecset, hogy ezek a középső világosabb szálak, ezek vékonyabbak, és a feketek pedig kisebbek. Tehát, hogyha jobban hozzádörzsölöm, akkor ugye az egész sokkal sűrűbb lesz, viszont ezek nagyon könnyen bemennek a szakálnak a szőrei közé, ezért mindenhol egyenletesen lesz majd alapozó, és nem lesz foltos. Igen, illetve nagyon fontos a szempilla spirál, de az a fajta szempilla spirál, ugye, ami csak egy ecset képében van, ezt odaállok, és akkor fehér lesz előtte. Ez egy ilyen kis spirál. Igen, olyan, mint egy szempilla spirál, csak ugye ezen nincsen festék, ezzel szemöldököt és illetve szőrt ugye nagyon könnyen le tudjuk szedni róla az alapozót, hogyha rákerült esetleg, sötétíteni könnyen tudunk. Nőknek, hogyha valaki hölgy és férfit cosplay-el, akkor nagyon könnyen lehet ezzel az ezzel a kis eszközzel, így ilyen pontozó mozdulatokkal, ugye oldalt fektetve, borosta hatást előérni. Fontos még, hogy ugye most a kontúrozásnak és a csontosításnak a korát éljük, és ugye Csabból is az folyik, hogy kontúrozzunk, és highlighter és minden. Tehát ez nem egy mostani dolog, tehát a csontosítás és a highlighting használata az nem egy új dolog. Csontosítani és highlighterezni nem csak úgy lehet, hogy látszik, hogy igen, oda be van húzva egy csontosítás, és igen, ide fel van a kis csontra téve egy kis csillám, hanem ugye a világos és a sötét színekkel játszva, akár új arcot is lehet varázsolni. Nem tudom, nagyon sokan biztos láttátok, Facebookon keresztül, YouTube-on nagyon sok olyan sminkmester van, aki azzal foglalkozik, azt csinálja, föltölt magáról egy sima képet, smink nélkül, meg egy másik képet, amin fogja magát, és egy teljesen más híres embernek mondjuk kisminkeli magát. Biztos látott mindenki ilyet. És ott nem csinál mást, csak megnézi, hogy az adott karakternek, akit ő szeretne sminkelni, milyen alapvető vonásai vannak. Például én csináltam egy ilyet nemrég. Jensen Ackles, ő a Supernatural sorozatnak az egyik főszereplője, és például neki olyan az orra, hogy itt az orrának a teteje, az ilyen nagyon előre jön. Ezért azt úgy kellett lekontúrozni, le kellett sötétíteni azt az oldalát, mert akkor az ott jobban előre jön, illetve a tetejét pedig világos színnel. Így lehet játszani a színekkel, de ezeket mindig nagyon fontos, hogyha láthatatlan make-upot csinálunk, hogy nagyon eldolgozzuk azokat a színeket, tehát hogy ne legyen ne legyen harsvonal, ne legyen az, hogy igen, oda be van téve egy kontúr, hanem mindig nagyon el kell dolgozni az oldalakat, és figyelni kell, hogy épp hogy csak egy picit legyen sötétebb, mint a teljes, a természetes bőrszíned. Tehát, hogy nem annyira szeretnénk, hogy az tényleg látszódjon. Ugyanilyen, amikor öregítünk valakit. Öregíteni legkönnyebben úgy lehet, hogyha természetes ráncokat, ugye ami mindenkinek jön itt le a szája két oldalán, a homlokráncokat, a szemöldök közi ráncokat, illetve itt a szarkalábakat megerősítjük. Szarkalábat nagyon egyszerű amúgy csinálni, hogyha sminket nézzük, mert igazából kétféleképpen lehet azt, amikor használunk special effectet, illetve lehet azt, amikor csak sminket. A smink, amikor azt csinálom, hogy fogom és megcsinálom ezeket a szarkalábakat, és úgy csinálom, mintha hunyorítanék, és azokat a kis barázdákat be egy nagyon kis vékony, hát mutassam, egy nagyon kis vékony ilyen ecsettel meg lehet nézni, de nem tudom, hogy látszik. Tehát, hogy konkrétan épp, hogy egy ilyen kis... most tökéletes, látjátok. Tehát, hogy épp, hogy egy ilyen kis aprócska, egy kis picike ecsettel, ezeket könnyen be lehet menni a szarkalábakba, meg az ilyen ráncokba, és akkor azokat meg lehet erősíteni. Itt is nagyon figyelni kell, hideg tónusú színt használjunk, ami ugye
legnépszerűbb hidegtónusú szín, hogy így mondjam, az a kék. És a legnépszerűbb melegtónusú az meg a piros. De hogy ugye nagyon sok átmenet van, lehet nézni erről színskálát, de hogy úgy gondolom, hogy hidegtónusú szín egy olyan szürke, ami nem pirosas szürke, hanem inkább kékes szürke. Tehát így tudom leírni leginkább. Szürkével, vagy olyan barnával, ami inkább szürkés. És akkor az is egy hidegtónusú szín lesz valószínűleg. Illetve szarkalábat úgy tudunk még csinálni, hogyha fogjuk és kifeszítjük ezt a részt, ez amikor special effectet is használunk, és egészen egyszerűen latexet, nagyon vékony, liquid latex, nagyon sok helyen, folyékony latex, nagyon sok helyen lehet kapni, Cryolan-tól kezdve, akár ilyen kisebb Halloween shopokban, és kifeszítjük ezt a területet, nagyon vékony réteggel, egy szivacs segítségével felaplikáljuk ide a latexet, amikor hagyjuk, hogy így hagyjuk a szemünket, tehát hogy folyamatosan fogni kell, ameddig meg nem szárad, nagyon vékony rétegbe kentük fel, akkor az nagyon hamar meg fog száradni. Elengedjük, ugye a latexet akkor tudjuk, hogy megszárad, hogyha teljesen átlátszóvá válik. Kivéve, hogyha színesített latexet veszünk. A színesített latex az bőrszínű, de általában a legtöbb helyen fehér színű latexet, tehát hogy amikor kinyitod, akkor fehér színe van belül, az átlátszóra fog száradni. Az a leginkább praktikusabb, hogyha azt vesszük, mert azt mindenkor fel tudjuk használni. És amikor elengedjük, akkor ugye a latex a kicsit össze fogja húzni, és utána már ugyanezzel a technikával, az ecsetkével bele lehet menni a szarkalábakba, és sokkal autentikusabb, sokkal valósághűbb sminket fogunk kapni. Nagyon jó. Bocsánat. Másik dolog a férfiaknál, ugye amit elkezdtem mondani, hogy a groomingolásnál. Groomingolásnál úgy csontosítunk, hogy ugye nőknél hova tesszük a kontúrt, oda, ahol nekem is van, ide az arccsontom alá. Körbe a homlokon, orrot lehet egy kicsit, álcsont alá. Nagyon jó. Férfiaknál nem így csontosítunk, mert férfiaknál, hát, de nem akarjuk, hogy femininnek tűnjön el egyrészt, másrészt meg ugye férfiak egyrészt általában magasabbak, ugye? És ilyenkor azt nézzük meg, hogy a nap természetesen hova érkezne neki az arcára. A férfiaknak általában, amit ilyen szoktunk használni, itt a két szemöldök csontnál őket oda csontosítjuk, tehát nekik ide tesszük a bronzosítást, ezt a barnát, lefordítva a csontnak a tetejére, tehát nem a csont alá, hanem csontnak a tetejére, a csont tetejére, illetve szintén az álcsont alá, hogyha esetleg nincsen szakálla, mert akkor az álcsontját, a férfias álcsontot kiemeli, de mégse tűnik műnek. Igen, ugyanígy használjuk a highlightot is nekik, ugye ami nem a csillámos highlight, hanem egy világos kontúrszín, tehát ami egy árnyalattal világosabb, mint az alapozó, amit használok, és azokkal az inverse területekre, tehát ahova nem csontosítottam, oda teszek. Ennyire egyszerű. Igen, illetve a másik dolog, hogy nagyon fontos, hogy milyen alapozót használunk, vagy illetve milyen termékeket használunk a grooming során, mert hát például én nagyon szeretem egy ilyen drogeris sminkmárka, a Maybelline, és nagyon szeretem neki az Affiniton nevezetű sminkjét, ami egy nagyon jó alapozó, viszont van egy ilyen kis hátulütője, hogy ilyen kis aranycsillámok vannak benne. Ami tök jó, hogyha egy lánynak föltesszük, mert ahogy a nap rásüt, akkor az úgy tök szép lesz rá, meg minden. Viszont azt nem akarjuk, hogy így a fiú az így csillogjon. Tehát neki nem használhatok olyan alapozót, ami csillog. Illetve azt sem akarom, hogy a Hudának a hatalmas, fantasztikus, fedőképességű smink alapozóját használjam, amivel úgy fog kinézni, mint hogyha egy porcelán babánk lenne. Ez nőknél nagyon jól néz ki, meg nagyon jól lehet őket utána csontosítani és bronzosítani, de egy férfinél nem éppen kívánatos, hogyha úgy néz ki, mint Ken Baba, akit most vettünk elő a dobozból. Jó.
Van-e esetleg kérdés? Mert akkor fölhívnám a színpadra Fábián Anitát, aki... Bocsánat! Aki nagyon kedvesen elvállalta, hogy modellem lesz, és hát mivel trónokharca nap van, ezért trónokharcas minket fogunk neki csinálni. Légy szívile. Én pedig addig iszok egy kortyot, mielőtt megfulladok. Majd Anitát fogom megkérni, hogy tartsa a mikrofont, amikor őt sminkelem, mert ugye nekem tele lesz a kezem. Kérdezd meg, hogy ne forduljunk. Ja, ott fog állnia. Én majd itt fogok állni, és akkor... Remélhetőleg tök jól fogjátok látni, amit csinálok közelebbről is. Daenerysnek egy kicsit olyan az arca, nagyon pici az orra, nagyon keskeny neki, ezért majd kicsit oldalról lecsapunk az Anitának az orrából, mert ez most nem kell. De nem késsel, hanem csak majd az eszközeinkkel, illetve Anitának kicsit hasonló a szemöldöke, mint Daenerysnek. Neki nagyon egyenes és nagyon dús, nagyon naturális szemöldöke van. Illetve a szemei nagyon ilyen hatalmasak, de közben még kétségbe esettek, és hát nem tudom, hogy leírni. Én nem nézem a trónokharcát, shame on me, lehet nyugodtan csengetni. De tudom, hogy nézegettem ugye képeket a karakterről, ezért láttam, hogy neki nagyon beesett szemei vannak, tehát hogy majd egy kicsit ilyen, illetve nagyon, nagyon piros posgás az arca, tehát hogy majd ezt próbáljuk elérni. Úgyhogy nem fogok a nagyon márkaneveket emlégetni, mert szerintem igazából fölösleges annyira márkaneveket emlégetni, inkább a színeket fogom mondani, hogy milyen színeket használok, mert... Nagyjából, hogyha azokat a színeket használjátok, amiket én, akkor így tök mindegy, hogy én most egy milliós drága, vagy egy forintos sminket fogok használni. Ugye? Elő is került a zöld korrektor rögtön. Yeah, hello, szia! Ő a zöld korrektor, őt használni is fogom rögtön, ugye a pirosat fogom ellensúlyozni vele. Szeretem a color contact... Nem szoktam ezt kimondani ilyen hosszúban, én CC-nek hívom egyszerűen, sokkal egyszerűbb. Nem szeretem utána föltenni a color correctet, ami után én már primereztem. Én ezt előtte szeretem föltenni, mert amikor fölteszem a primert, akkor kicsit megpirosítom az arcot, ugye, hogy beledörzsölgetem, és emiatt én nem szeretem azt... utána megcsinálni, mert sokkal pirosabbnak látom az arcot, mint amilyen alapjáratom. Így látom leginkább naturálisan. Jó helyen van. Ezt mondani fogom, hogy ez milyen márka, mert én erre régebben, még amikor nagyon kezdő voltam, akkor találtam rá, amikor talán bejött ez, mint ilyen. Ez a Sheenek, ezt lehet... merre mutassam ezt? Igen. Nekik a primerje. Ez egy egyszerű ilyen kis lime színű DMS, nem DMS márka, DM-be lehet kapni, Rossmannból is lehet kapni. Ez egy ilyen kis...
fehér doboz és lime, vagy ilyen mentaszínű kupakja van, és ez a Sheen-nek az egyetlen primerje. Én ezt nagyon ajánlom mindenkinek, mert ez egy nagyon jó primer. Nem kerül sokba, és tényleg nagyon jó. Nagyon jó, miután felvittem a primert, várok egy kicsit, hogy beszívja a bőr, mert ha rögtön rávinném az alapozót, akkor kicsit elmosódna, és akkor az úgy nem jó neki. Várni kell egy kicsit, hogy hasson. Ez egy nagyon jó... Én azt tapasztaltam, hogy ha ezt használom, akkor így nem lehet lerobbantani a modellről a sminket, mert tényleg nagyon jól ott tartja a történetet. Illetve nagyon jó zsíros bőrrem, ami nekem is van, ultra zsíros bőröm van, tehát, hogy minden nap ezzel küzdök, de nagyon jó, mert ugye ez mattosít. Másik nagyon jó, amit Jászai Mari téren a Rossmannban lehet kapni, csak ott lehet kapni itt Magyarországon, ami ilyen szerint, amiről én tudok. Ez a Makeup Revolution-nek van egy spray állagú primerje, és ugyanúgy van hozzá egy setting spray-je, ami ugye a végén teszünk rá. Nagyon jó ez a primer, mert igazából vízbázisú, ezért nem lesz az a nehéz érzete a bőrnek, és a Makeup Revolution-nek a primerjei, mondjuk most fogom használni majd a szemre való, tehát a ilyen kis csepp alakú tartóban lévő, mert eléggé ki van fogyva, de ő is egy víz alapú primer. Szemre szoktam tenni, ugye ez arra is való. Mi meg lefogy, arra használom, amire való. Nagyon jó, mert ugye a szemre, amikor tesszük a pudert, akkor hát vannak olyan puderek, amik leperegnek ugye a szemről. Ez olyan, oda ragasztanám. Tehát, hogy szemre ez a legjobb. Nem mondom azt, hogy nem lesz az, amit sokan valószínűleg tapasztalnak, hogy egy erősebb sminket föltesznek, és egész nap pislognak, ugye akkor elkezd itt összegyűlik a smink, az egyik szemzugba, meg hasonló. Nem mondom, hogy nem lesz ez, mert hogyha nagyon sokat rétegezel, akkor tényleg könnyen összegyűlik, de ezt használod, akkor kevesebb az esély arra, hogy így összegyűljön meg elmásszon a helyéről. Ez nagyon gyorsan megszárad, úgyhogy ennek nem is kell idő. És akkor, mint mondtam, Affiniton-t fogok most használni amúgy, mert imádom. Két alapozót fogok majd keverni, ami egyrészt hasonlít a Anitának a bőrtípusához, másrészt pedig ugye Daenerys-nek a bőrszínéhez is hasonlít. Ha most elfordítanám a kamerának, ami kezemen van, akkor lefolyna az egész, de kétfajta ugye alapozó van. Az egyik ugye az Affinitonom, az kicsit sárgásabb undertone-okkal van. Lehet, hogyha oda sétálok, nem tudom, hogy... Jó, nem merem megkockáztatni, hogy lefolyjon.
Tehát az egyik az egy sárgásabb tónusú, a másik pedig egy rózsaszínos. Rózsaszínosra azért van szükség, mert Anitának rózsaszínos a bőre. A sárgára viszont azért van szükségem, mert Daenerysnek viszont, illetve a színésznőnek viszont kicsit sárgásabb a bőre, illetve ugye nagyon fehér, nagyon, nagyon pél az arca, ezért, illetve az egész bőre, ezért így kombinálom a színeket, hogy mind a két oldalra adjak és kapjak is. Szeretek több alapozó ecsetet használni egyszerre. Van az egyik, amelyikkel így nagyjából eldolgozom, vagy csak eloszlatom az arcon. Illetve most, amit az előbb is mutattam már nektek ecsettel, ezzel amit groominghoz szoktam használni, óvatosan eloszlatom az arcán az Anitának, hogy természetes hatású legyen. Nem mondtam, de mielőtt följöttünk, megnéztem ugye Anitának a bőrét, hogy eléggé hidratált-e, mert mielőtt elkezdünk sminkelni, fontos, hogy hidratált legyen a bőr, mert különben az összes alapozót, összes mindent, amit felkenek rá, azt elkezdi beszívni, és az nem jó. Másik dolog, hogyha primert, azt minden esetben jó használni, mert illetve minden esetben érdemes használni, mert ugye a primer az nem csak attól abban segít, hogy az alapozót helyén tartsa, illetve a korrektort, hanem abban is segít, hogy a szennyeződésektől, tehát mindenféle utcai portól így megvédje a bőrünket, és amikor este arcot mosunk, akkor az ne a pórusainkban ragadjon, és ne kelljen utána már szenvedni azzal. Ahogy látjátok, van ez a kicsit nyomottabb ecsetem, ami eléggé tömör. Ezzel szeretem eloszlatni, illetve hogyha nagyon bele kell dolgoznom a bőrbe valamit, akkor azzal szoktam. Illetve utána van ez a, amit már az előbb is mutattam ecset, ezzel ilyen körző mozdulatokkal oszlatom el, mindenhova egyenletesen jusson. Ne felejtsük el az állat. Fontos, hogy az állnál, amikor az alapozót elkenjük, ugye nem állunk meg az állnak a szélénél, de nem visszük le egészen a nyakig. Hogyha nagyon nagy a különbség, akkor igenis érdemes addig elvinni az alapozót, ameddig a ruhát tart, hogyha például cosplay csinálsz, mint például a hölgy itt az első sorban zöldként. Neki nem lett volna érdemes ott megállni, amit most én mondanék, neki el kell menni a nyaknak az aljáig, mert odáig tart a bőr, ami kilátszik a ruhából. Viszont átlag esetben itt az állnak, így a körvonalánál valahol itt szoktunk megállni, mert az pont árnyékban van, ott szépen el lehet dolgozni a különbséget. Milyen jó, hogy ennyire multifunkcionális a kezem. Síva 8 kezem. Már többször Kalival vetekedek a kéz funkcióim, hogy mennyi, hány ecset fér még, meg mikrofon fér el még a kezembe. Azt mondtam, hogy a gyerek 10 éves koráig minimum sima 8 keze, és utána így egy ecsivel mehet lefelé. Ezt mondani fogom, ez a Catrice-nek az egyik alap kamuflásos korrektora. Ezt fogom használni, mert kicsit sárgás tónú. Nagyon keveset fogok belőle használni, mert ugye nem szeretnénk maszk hatást. Nézd fölfelé. Miért nem szóltuk, hogy belelógunk? Forgassuk egy az egybe vele szembe az arcomat, és akkor könnyebb lesz. Így.
Fontos, hogy ugye, amikor szivacssal dolgozunk, mindig tiszta szivacssal dolgozzunk, tehát nagyon sok olyan lehet nagy csomagba szivacsokat kapni. Én nagyon szeretem ezeket a háromszög alakú szivacsokat. Nekem jobban a kezem rá, mint az ilyen beauty blenderök és hasonlók. Én ezt szeretem. Illetve nagyon jó, mert amikor special effektet csinálok, például véraláfutást és hasonlókat, akkor ugye lyukakat tépkedek a szivacsomba, és sokkal könnyebb ezzel fölvinni, mint hogyha egy beauty blendert akarnék szét rondítani. Illetve nem csak szivacssal dolgozok, hanem van egy ilyen műször ecsetem, ami egyenes a teteje, illetve vastagabb. Ezzel fogom még az alapozót, oda a szemzugba vele vinni, vagy a korrektort. Ugye beszéltem a Color CC-ről, és a CC-hez hozzátartozik. Az Essence kihozott most nemrég egy pudert, ami ugye transparent puder, ami azt jelenti, hogy elvileg ugye nem visz föl semmilyen szint, és ugye nagyon praktikus, mert porállakban van, tehát nem kőpuderként, úgyhogy nyugodtan szállítgathatod jobbra-balra, nem kell attól félned, hogy össze fog törni a kőpudered, és színes kőpudereket, vagy színes transparent pudereket, tehát loose powdereket hoztak létre. Ez, amit most fel fogok tenni, ez egy kicsit lilás árnyalatú, ami azt jelenti, hogy ugye a sárgaságot akarom elvenni, hogy ne legyen annyira sárgás az arca, illetve ugye alapjáraton fixálom az alapozót meg, amit eddig feltettem. Tudjátok, hogy mit beszélgetünk, azt mondta Anita, hogy nagyon jó illata van. És azt hittem, hogy a púdernek, de nem, a ecsettisztítómnak van nagyon jó illata, és az azt érzi. Ugye ebből nagyon keveset használtam, de ez azért van, mert ez is Essence, de csak a csomagolás, mert hogy a Benai-nak a banána puderjét fogom használni, ami egy loose powder. Kinyitod nekem, drága? Azt kérlek. Köszönöm. Csak szeretem ezt a tartót, mert nagyon kényelmes, mert ebből csak kiszórom bele, és annyit használok, amennyi kell. Hogyha nem használom el az egészet, akkor utána úgy is jó. Köszönöm. Úgy is jó, mert el tudja tárolni nekem kényelmesen, és akkor nem kell attól aggódnom, hogy kidobok sminkterméket, mert nem fér el ott, ahol tárolom. Úgyhogy nagyon szeretem én ezt használni, ennek a kis tartókáját, amikor kiörült. Van ez a kis, van egy ilyen kis többlyukacsos műanyag benne, amin keresztül jön a puder, ugye az aljában van a puder, és akkor ahogy rázogatom, ugye úgy jön elő a puder, és
ezt a kis műanyag lapot le lehet, köszönöm, ezt a kis műanyag lapot le lehet venni róla, és azzal is meg lehet, nem kínzó eszköz, szempillaggöndörítőnek hívják, mivel ugye ez a rossz része, amikor láthatatlan make-upot csinálunk, nagyon kevés szempillaspirált, illetve nem használhatunk műszempillát, mert ugye nem akarjuk, hogy a nem sminkelő emberkénk hatalmas műszempillákkal rahangáljon, amúgy nulla sminkben. Ezért nagyon fontos az, hogy Anitának kicsit lefelé állnak a szempillái, és muszáj picit följebb gondolítenünk. Nem fogom megölni. Anitát megkértem, hogy csukja be a szemét, és a kezemmel egy picit, hogyha másnak göndörítünk, az nagyon nehéz dolog, mert megijedhet attól, hogy felé közelít ez a szerkezet, és igen, ezért szoktam azt kérni, hogy csukják be a szemüket. Ugye a szememmel, lecsukott kérlek, a kezemmel följebb húzom, látszik, hogy emelkedik a szempillatő, és óvatosan behelyezem, és vigyázva arra, hogy nem teszem túl közel a szemhéjhoz, mert ahogy összecsukom, kicsit közelebb fogja húzni, és kicsit meghúzhatja, ami nem éppen maradandókát okoz, csak kicsit fájdalmas, kellemetlen. Illetve figyelünk a végekre is, mert nem szeretnénk, hogyha az lenne, hogy göndörítünk, és van egy törés benne, és utána nem göndörödött tovább. Nagyon jó. Átmegyünk a szempillá, vagy a szemöldökre. Gyorsan megnézzük. Ez az Anastasia Beverly Hills-nek a brow dipje. Ez világos blond színben fogom használni, illetve van egy szemhéj púder duóm, amivel fogok még ráerősíteni, de ezzel fogom először krémesen fixálni. Illetve egy ilyen ferde ecsettel, nem tudom, hogy látszik, így. Igen. Így. Nagyon jó, egy ilyen kis ferde ecset, igazából csapott ferde ecset, nagyon sok helyen lehet kapni. Ugye mivel Denelis szőke alapjáraton, mint ahogy látjátok, nagyon fontos, hogy ugye azért használom a szőkét, hogy az alapvonalakat megrajzoljam. Tehát ha ezt közelről nézitek, olyan, mintha sem, vagy hogyha távolról nézitek, olyan, mintha semmit nem csinálnék, de közben pedig vonalakat, hú, milyen kékek lettünk hirtelen. Nem tudom, mi történt. Na mindegy, tehát olyan, mintha nem történne semmi, közben pedig a bőrt, nem a szálakat, a bőrt színezem vele, hogy azt a formát kapja, amit én szeretnék. Ugye beszéltük, hogy Denelisnek kicsit dúsabb, illetve egyenesebb szemöldöke van. Köszönöm.
fontos, hogy ugye most Ubisinnel fogok dolgozni, de ugyanazzal az ecsettel, mert egyrészt szeretném ugyanazt a textúrát adni, és ha kisebb vagy másmilyen ecsettel dolgoznék, akkor én azt nem szeretem úgy. Ezért ugyanazzal az ecsettel fogok dolgozni, ezért fogtam és megfújtam ezzel a kis szerkezettel. Ez a DM-ben kapható, nagyon egyszerű, nagyon szeretem, mert ez tök jó ilyen utazásokkor, amikor nincsen, nem tudom elvinni magammal mondjuk a benzint, amivel szoktam általában fertőtleníteni. Fertőtlenítés, illetve eltávolítja a színeket, tehát, hogy nem mellesleg nagyon finom illetem, és könnyen megszáradt, tehát, hogy ameddig most beszéltem, megszáradt az ecsetem, úgyhogy már is tudok vele tovább dolgozni. Na, mint látjátok, kicsit megerősítettem neki, ugye, hogy természetesebb hatása legyen a szemöldökének, illetve ugye ezt a nagyon dús első részét, neki ugye nagyon dús itt elől a szemöldöke, ezért azt is megerősítettem neki, illetve ugye Anitának a szemöldökében ugye van egy ilyen kis ív, és azt a részt is kitöltöttem úgy, hogy egyenesebb legyen a szemöldök, mert ugye beszéltük, hogy majd Denerésznek ilyen a szemöldöke.
Nagyon jó, megyünk tovább egy kis csontosítással, tehát az orrát fogom lecsapni, ehhez megfogod, kérlek, köszönöm. Ehhez azt mondja, hogy én őt szeretném, ő egy ilyen kisebb ecset, ami egy, ha oldalról nézzük, akkor egy viszonylag lapos, eléggé jó lapos, viszont az orra, tehát a vége az ecsetnek elég hegyes ahhoz, hogy könnyen tudjak apróságokat is csinálni, illetve oda tegyem a pudert, ahova szeretném. Picivel fogok csak egy sötétebb árnyalatot használni, mint ami Anitának a bőre. Nem kell. És ahogy látjátok a kivetítőn, remélem nem másztam már megint bele. Úgy fogom alakítani a bronzosítást, hogy ide húzom a vonalat, és innen pedig lefelé eldolgozom azt a színt, amit fölvittem. Jaj, de nagyon mosolyog az Anita. Nevettetik? Ugye, hogyha más milyen karaktert néznénk, akkor ugye nyilván máshova tesszük. Illetve még ami fontos, hogy majd hova fogok még tenni egy kis bronzot, ide neki az állának kicsit ilyen nyomott az álla, ezért neki majd olyat fogok csinálni, hogy jobban hasonlítson a karakterre. Nagyon sok beauty blogger és hasonlónak az oldalán lehet látni, ahogy ezt a csontosítás és kontúrezést végzik, de ugye most itt nem az a feladat, hogy azt lássuk, hogy úristen, mennyivel kisebb az orrod, és úristen, 6 kiló make-up van rajtad. Ami nagyon jól meg lehet azt úgy is csinálni, viszont az a célom, hogy amikor face-to-face találkozok Anitával, azt lássam, hogy kisebb az orra. Tehát most nem kamerának dolgozok, hanem most, mivel utána Anita föláll és sétálgatni fog köztetek, ezért nem olyan sminket teszek föl neki, ami, hogy mondjam ezt szépen, ilyen kamera kompatibilis. Tehát, hogy nem az a fő cél, hogy most nem látjátok ezt annyira ott a kamerában, de én mondjuk én már látom, hogy itt a két oldalán hogyan arányosan csökken az orra Anitának. Ez nagyon fura ezt így mondani. Így van. Nagyon, nagyon szeretem amúgy de jó, mindenki esett a cuccomból, nem baj. Nagyon szeretek orrot kontúrozni, mivel nekem sincs éppen kicsi, ezért én gyakran használom. Illetve az orrnak a végén, köszönöm, egy ilyen kis V betűt fogok majd ide formázni, és akkor úgy fogja az formázni igazából az orrát. Illetve még itt a kis cimpákról fogok itt levenni egy kicsit. Ez nagyon sokat segít, hogyha például egy olyan konkrét karaktert szeretnél megformálni, aki alapjáraton mondjuk nincsen semmi, nem egy úristen, milyen jellegzet. Nem egy Darth Vader, jó, mondjuk neki nincsen arca, tehát hogy mindegy. De hogy nem egy olyan karakter, akinek nagyon jellegzetes a ruhája, és ha zsákot húzol a fejedre, akkor is mindenki üvölt, hogy úristen Jack Sparrow, mert mindenki tudja, hogy néz ki Jack Sparrownak a ruhája. Tehát, hogyha egy zsákot húzunk Jack Sparrownak a fejére, akkor is mindenki tudni fogja, hogy ő. De például egy Coulson ügynököt, hogyha szeretnénk éppenséggel cosplayezni, akkor jó. Tehát, hogy egy Coulson ügynököt szeretnénk cosplayezni, akkor nem tudunk más tenni, mint a sminkjével rásegíteni a színésznek a természetes arcvonásait. Nagyon jó.
ezt a kicsi ecsetet el fogom tenni, és van itt ez a nagyobbam. Ez egy kicsivel nagyobb, de ugyanilyen ecset. És a széleit fogom eldolgozni, a külső széleket, a belső szélhez nem nyúlok. Tudom. És most előkerült a palettám, ez egy ilyen színű paletta, igazából nagyon sok meleg árnyalatú szín van benne, ezért én nagyon szeretem őt használni. Kicsit a kamera csalós, nem lesznek ennyire élénkek a színek, ezt megmutatom nektek így errefelé is. Ebből fogok kettő színt használni, őt itt, ami ilyen, kicsit ilyen barnásabb, de pirosasabb, illetve őt itt fönt. Mind a kettőből nagyon keveset fogok használni, és egy satírozó ecsettel fogom felvenni majd a szemhéjre. Fontos, hogy nagyon keveset viszek fel mindig, és ahogy látjátok talán a kamerában, próbálom úgy tenni a fülem meg ilyen hajamat, hogy látszódjatok. Előveszek egy kis satíroz ecsetet közben. Próbálom úgy tenni, hogy kicsit nagyobb ívben, és nem a klasszikus pontokra teszem. Tehát az a lényegem, az a lényeg, hogy kicsit beesett szemet érjek el vele. Fontos, hogy a szem alá is teszek, mert ugyanúgy, ha megnézzünk egy képet, akinek kicsit beesettebb szeme van, illetve ugye a Daenerysnek, ahogy néztem a képet, alul is látszik, tehát nem csak a szem héjen látszik az, hogy kicsit beesettebb szeme van, hanem lent is itt a szélénél. Ugye fontos, hogy egy nagyon fiatal lány, tehát, hogy még véletlenül se hunyorítsunk és mimikázunk, miközben sminkelnek minket, mert akkor az összes mini ráncba bele fogom menni. Az összes por. Der. Ez a mi ecset, amivel most dolgozok, ugye amire lecseréltem a másikamat. Ez egy kicsit tömörebb, és jobban, hát precízebb, vagy pontosabb, így kisebb helyre könnyebben beférek. Anitának viszonylag kisebb a szemhéja az átlagnál, ezért szükségem van erre. Illetve ugye Anita már tudja is, hogy a szeme alá is ugyanúgy teszem, ugye. És azért van még mindig a kezemben a másik ecset, és azért nem tettem el, mert ugye ez pedig egy nagyobb, hát nem tudok erre magyar szót, ez ilyen fluffy ecset, tehát ilyen kis puha, szőrös, nagy, lecsukat kérlek? Köszönöm. Puha, nagy, szőrös, és ezzel jól lehet eldolgozni, hogy minél inkább természetes legyen az átdolgozása. Másik fontos dolog, amit így még közben elmondok, hogy fontos, hogy ha sminkelünk, hideg fénynél sminkeljünk, ami általában az ilyen fehér fények, LED fények és hasonlók, mert ha meleg, ez a sárgás árnyalatú fénynél sminkelünk, akkor illúzióba kergetjük magunkat, és a színek nem úgy fognak kinézni, mint ahogy arra szükségünk lesz. Elővettem egy ilyen, hát úgy nagyon, nagyon erősnek tűnik, de hogyha látjátok, akkor ez egy nagyon természetes hatású, nagyon épp vagy kis rózsaszín pirosító. Ugye mondtam, hogy Daenerysnek nagyon piros az orcája, ezért
úgy általában úgy pirosítunk, hogy erre kifelé a csontom. Na most, mivel neki nagyon koncentráltan itt nagyon piros, ezért itt egy kicsit ilyen almácskákon egy kicsit így időzök, és úgy fogom fölvinni neki, és utána dolgozom el egy kicsit hátra, hogy természetesebb legyen. Illetve közben arra, hogy melyik kezemben melyik eset plusz mikrofon, elfelejtettem a kis arcát megkontúrozni, úgyhogy még azt is gyorsan megcsinálom majd. Ugye az arcot is ugyanúgy kontúrozzuk, attól függetlenül, hogy az orrát lekontúroztam, az állát. De fontos, hogy azt is kontúrozom mellette. Nagyon szeretek ezzel az ecsettel kontúrozni, amúgy alapjáraton ez egy kubuki ecset, kicsit íves a teteje, úgyhogy nagyon egyszerű vele dolgozni, és én amikor kontúrozok, így szeretem fogni az ecsetet, mint amikor átforgatod a ceruzát a másik irányba, mert könnyűen körkörös mozdulatokkal szépen átdolgozni. Másik oldal is. Nagyon pirosnak tűz a kamerában. Nagyon sok piros kicsit ugye, ahogy látom, hogy ahol nagyon elütnek a színek, ahogy csinálom, ugye ugyanúgy utólag kis bronzosítást végzek még, illetve ugye az arc alatt is, az arc alsó csontját ugyanúgy bronzosítom. Arc alá most teszek inkább egy krémesebb állagút, mert ez jobban ott fog maradni. Ebben a négyes csomagban, hogy van, így van, van egy világosabb, egy sötétebb barna, ezt fogom keverni. Ezek krémes állagok, de ugyanazzal az ecsettel tudok dolgozni, mert a por után krémeset tudok használni, krémes után port nem. Tehát, hogy csak hogy tudjátok, hogy a szemöldöknél miért tisztítottam ecsetet, mert ugye ott egy krémessel, ugye Anastasia-nak a Brow DP-vel annyira sok nyelvtörő van, vagy csak én vagyok béna, de igen, ugye a Brow Dip az egy krémes, gélállagú, és a pore puder, amivel ugye fixáltam, az pedig egy pore puder. Nagyon jó, és elérkeztünk a végéhez, amikor már csak annyit csinálok, hogy majd fényezek egy kicsit a szemén, illetve egy olyan spirált használok, amivel épp hogy csak egy lehelletnyi rétlegnyi maszkarát teszek rá a szemére. Ha ezt közelről megnézzük, ugye a szempilláknak a természetes színe a vége felé eléggé elhalványul, ezért nyis egy kicsit. Az kicsit elhalványul, ezért látjuk, hogy olyan picikék a szemöldökök, szempillák. Egy Carmex balzsamot fogok tenni a szájára, ápol és véd meg, csillagást ad neki. Ugye neki mindig ilyen kis ártatlan kislány feje van. Ugye azt hiszem kislány, ugye? Ő egy kislány. Jó. Ez egy ilyen kis... Nagyon szeretem ezt
az ajakápolót. Várjál, kapsz egy kicsit ecserhet. Egy... Ja, köszönöm. Fölülről nem látom annyira jól, hogy... Ah, itt van. Egy ajakecsettel fogom, és beviszem a zugokba. Nagyon szeretem ezt az ajakápolót használni, mert nem tudom, ti hogy vagytok veled, én az összes labellót meg hasonlót, aminek illata van, azt lenyalogatom, mert finom. És akkor utána meg itt rakhatom föl, mert igazából semmit nem ért. Ennek eszméletlenül jó illata van, viszont szörnyű íze van. Nem fogom lenyalogatni. Ezt eszembe nem jut lenyalogatni, illetve van egy ilyen kis... Köszönöm. És amúgy Anita kész is van közben, tehát hogy készen is lettünk. Úgyhogy én azt szoktam ajánlani, ami ilyen... Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. The Unicorn Terrier voltam, Agri Noémi. Remélem tudtam valami hasznosat adni. Igazából holnap is haladóknak ugyanúgy tartok egy előadást. Ugyanekkor, ugyanitt. Sziasztok!